emberi természet méltóságát csodálatosan megalkotta, és még csodálatosabban megújította. Hadd kérjük, hogy részesedjünk Fiat Istenségében, aki szeretetből magára vette emberi természetünkkel. Hadd kérjük, hogy uralkodik a Szentlélek egységbe, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás profita könyvétől. Milyen szép a hegyeket annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömtőt hoz. Ki kiállt a szabadulásra, aki azt mondja Sionnak, király állt a te Istened. Figyelj csak, őrszemeik felemelik magukat, és mind újonnan, mert szemre szembe látják, hogy visszatér az Úr Sionnak. Újonba énekeljetek mindjárt Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét és megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte Szent Mariát minden nemzet szeme láttára, és meglátja a Föld minden határát, hogy szabadítást szerezve is. Ez az Isten tény. Thank you.
kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istenné, minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden ember. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel ő. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságában, és nem is a férfi akaratában, hanem Istentől születte, és az ige testélet és közöttünk lakott. Mindenünk láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette. Ő az, akinek mondtam, hogy utána se megelőz engem, mert előbb volt, mint én, hiszen mi mindjárt az ő teljességéből nyertünk, kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Isten soha senki nem látta, Isten egyszülöttje, aki az Atya kebelét van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium szólni, testvérek. János evangéliumának a bevezetőjét hallottuk az evangéliumban. Ebből azt választottam ki mottónak, hogy általa nyertünk kegyelemből kegyelme. A keresztény életről szeretnék szólni, mert kegyelmi élet, azaz isteni élet. Az Isten kegyelme az Istennek az ajándéka. De ha Isten ajándékolta, ő nem tud kisebbet adni, csak azt tudja adni, amilyen van, az ő Isten életében ad. Akkor pedig Isten mindig a Szent Lelket adja. A Szent Lélek kiárasztása, belénk árasztása, amit így mondunk testvéreink, hogy megszentelő kegyelem. Ennek lettünk részesei a Szent Keresztségben. Keresztségünknek az ünnepe napja, ami karácsonyunk, amikor Urunk Jézus Krisztus isteni élete szerint, hogy az Atyától öröktől fogva születni, megszületett a szívünk mély. Erről szeretnék szólni. Testvérek, a kezembe került a hét folyamán egy szerzetes nővérnek 10 pontja segítség a lelki élethez. Ez a Tereza nővér a következő ugye egy pontot emelnék ki. Ez ennyi, hogy nézz fel az égre, és fölteszi a kérdést, hogy hányszor néztek föl keresztények az égre, szó szerint? Azt mondja, én amikor a nagyvárosok utcáit is járom, egy pillanatra megállom, a nyüstésbe is, fölnézek az égre. És látom, vagy a tiszta égboltok, vagy hogy mennek a felhők is.
aztán kezembe került egy nagy megtérőnek az írása. Louise-nak, aki megtérését követően, ami egy egész hosszú folyamat volt, sőt, mélységes, így tudok fogalmazni, szinte kínokat élt át, mert mikor eljutott arra, hogy igen, a Teremtő Isten, és azt mondta, ösztönösen, onnantól nekem templomba kellett járni, de mindenem, és én szinte írtóztam az eltartásoktól. De ennek ellenére azt mondja, ösztönösen kellett mennem. Na most, hát szépen a kegyelem elvégezte a munkát, utána egy barátjával elkezdett levelezni, spirituális, lelki leveleket írtak egymásnak. Nagyon sokszor leveleztek az imádságról. Írja egyszer Markornak, a barátjának Louise. Azt mondja, ahogy elcsendesedem, egyre inkább úgy gondolom, hogy a keresztények nagy része mint egy szórakozásnak veszi az imádságot. Annyit morognak sokszor, hogy milyen idő van, milyen hideg van télen, azt mondja. Ahelyett, hogy kinéznének az ablakon, és azt csodálnák, hogy milyen szép egy hópel. Azt csodálnák, hogy milyen csodálatos az a deres téli táv. És akkor rádöbbennének a Teremtőre, hogy még csodálatosabb az, aki ezt alkotta. Utána imádkozik. És más ízt kap, az az imádság, amely a Teremtő Istenből fakadó, Istenre való rácsodálkozásból fakad. Testvérem, tényleg nagyon jó dolog. Néha a vasárnapi három ise után csak elnézek arra a hegy felé, csodálatos az Isten alkotása. Írja Louise, ha ez megvan, akkor utána mehetünk mélyebbre, és beszélhetünk, vagy gondolkodhatunk Istennek talán nagyobb tetteiről. De én meg inkább úgy fogalmaznám, hogy a mélyebb hittartalmat ezután fejtegethetünk, ezután megélhetünk benne. Testvérek, ez az egyszerű dolog. Egy hóvel, egy téli táv, az alvó természet. Tavasszal az ébredő természet, ez a legjobb dolog, mert ezt így tudom teremni. A teremtő legjobb dolog, a semmiből teremteni. Utána ugyanannak az Istennek megtestesülni, emberné lenni, már nem ugyanannak dolog. A hitben a legnagyobb áttöréskorra áttörni a teremtő. Ha Teremtő Istenre valahogy átfogalmazunk, akkor elgördünk minden magadát. Utána az Isten kegyelme, amelyen bőven árasztja az ő szent lelki, és az ember szabad akaratának minden, hogy azt elfogadja el. Együttműködik-e a kegyelem. Testvéreim, most ezek után tekintsünk János evangéliumának bevezető szakaszára, amely gyönyörűen összefoglalja karácsony misztériumát, hittartalmát, abból a szempontból, hogy Urunk születése az hármas misztérium. Születik öröktől az anyától, születik test szerint az anyától, és születik a kegyelem által. A bevezető rész, az első néhány vers, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ez azt mondja el, hogy a fiú, öröktől fogva természet szerint, istensége szerint fia az atyának. És utána az ige testélet és közöttünk lakozott, hogy akkor test szerint pedig az örök ige fia Máriának. És az Isten fia és a Mária fia az egy ugyanaz a személy, az örök igének a személye. És ő pedig azoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, és általa gyermek kegyelemből kegyelme, tehát pont az ő szent megtestesülése által közvetíti számunkra az ő isteni életét, átad nekünk abból a születésből, amely az övé öröktől az atyától,
pedig belőle és benne születünk, a Szentlélekben, a megszentelő kegyelem által. És így vagyunk az Úr Jézusnak testvérei, testvére, egy a vérünk, egy a Szent Lélek. Csak mi véges teremtmény, azért más mértékben bírtunk. És így, ahogy isteni természete szerint Jézus fia az Atyának, mivel megosztja velünk test szerinti születése által az isteni életét a Szentlélekbe, bele merít a Szentlélekbe, fölked a Szentlélekkel, mint illatos olajja, ezáltal mondhatjuk, hogy Szent Pál mondja, hogy abba Atyán, ahogy ezt Úr Jézusnak adja, nekünk a kegyelem által Atyának az is. Most mit ad ez számunkra, testvérek, ez a kegyelmi születés, hogy Isten gyermekei vagyunk, az ő életét bírjuk. Mindenképpen az üdvösség történetre kell tekinteni. Ádámtól Krisztusig, Szent Pál apostolnak a veszélyparipája, az első és a második Ádám. Az első ember az első Ádám, aki elbukott a paradicsomkertben. A második Ádám, az új, az Krisztus, aki helyreállít minden. De most vessünk egy pillantást azért erre a mostani világra. Ez a mostani világ, testvérek, technikailag hatalmas fejlődésen ment keresztül, és meg is folyamatosan. De igazából alapjáról az embernek a természete, az indulata, az akarata, ezek nem változtak. Az Úr Jézus ugyanarra a világra született meg, amelyben most vagyunk, ugyanarra a világra támadott is föl. Akkor mit adott nekünk az Úr Jézus? Hisz tapasztaljuk az emberi gonoszságot, tapasztaljuk a saját bűneinket, azt is, hogy visszaesünk bennünk. És ha őszinték vagyunk, az valóban nem is mondhatjuk, hogy a paradicsomi állapotot visszaszerezte nekünk. Holott már azt viszont ki kell mondani, hogy nincs ott a bizonyos lámpalmos, amelyet a szeráppal odaállított az Isten, miután Ádámban az emberiség elfogott. De mégsem a paradicsomi állapotot szerezte vissza nekünk az Úr Jézus, ezt tapasztaljuk abban is, hogy elesünk a vétkeinkben. És azért nem ezt szerezte vissza nekünk, mert nem akarta visszaadni a múltat, úgy, ahogy van, hanem meggyógyította a múltat, és nagyobb dolgot adott vissza. Önmagát adta vissza. Ezt jelenti, hogy általa nyertünk kegyelemből kegyelmet. Azoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Testvérek, ahogy Ádám szabadon választotta a bűnt, és így megromlott az akarata, úgy most Krisztusban szabadon választ a kegyelmet. És így valóban Isten ajándékából fakadva, ami Krisztusban végbe ment. Mert Krisztusnak az embersége, az ebből a világból való, a szizanya mélyén keresztül, ami úgy tűnik, hogy nem változott. De Krisztusban viszont a teremtett világ már megdicsül, és mindazokban, akik azt befogadják, azoknak nem egy új paradicsomkertet adott, hanem önmagát adta. De emlékeztet bennünket a paradicsomi állapotra, úgy, ahogy egy felnőtt ember visszaemlékezett a gyermekkorára. És nem felejti el, mert nem is akarja elfelejteni. De mégis a felnőtt korba pedig éretté vált és fölnövekedett. Olyan számunkra ez a bizonyos paradicsomi állapot. Na most testvéreim, még egy pillantást a Szent Evangéliumra, és ki fogom fejteni a továbbiakban, hogy akkor hogy is van ez, hogy mégiscsak az Isten életét kapjuk a kegyelem által, de mégiscsak vétkezünk. Bűnkövetünkkel, bűnbocsánatot nyerünk, megszentelődünk, de előfordulhatunk, újra vétkezünk. De mégis azt kell vallanunk, hogy igazzá váltunk Krisztus által, aki öröktől az Atyától születik, időben Szűz Máriától, és az Egyházon keresztül a kegyelem által születik, az időknek végezetén, hogy részesedjünk az ő isteni életéből.
Szent János evangéliumában rokon az ő levele. Evangéliumában olvashatjuk, ahogy már idéztem, hogy akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Szent János első levelében pedig azt olvashatjuk, hogy azoknak, akik őt befogadták, hogy hisznek benne, bennük van az ő magja, és nem végeznek. Hát az ókeresztény korban egy bizonyos apám megkérdezte a tudós Maximus fogalmat. Mondd el nekünk, Maximus, hogy akkor hogy van most ez, hogy bennünk van az ő magja, és akikben benne van, azok nem végeznek, de mégis tapasztaljuk. És Maximus írja az apádnak, azt mondja, azt jelenti, hogy benne van a magjuk. Gondolj vissza, de van én, hogy hatalmat kaptál. Tehát megvan a képességed arra, hogy megszentelődj. Beléd öntötte az életét, de nem szüntette meg a szabadságodat, tehát akarja. Gyönyörű a kifejezés, a magja. Hát a magot el kell venni. Annak ki kell csírázni, és föl kell növekedni. Tehát a Szentlélek által belénk van vedve Krisztus, Krisztusnak a magja, és Krisztus igazából ugyanezen kegyelemmel. A Szentlélek ajándékával meg kell öltözni, és föl kell növekedtetni. Más megfogalmazásban azt mondjuk, hogy igazzá váltunk Jézus Krisztus által. Azaz megigazultunk, az Isten igaznak tart bennünket, alkalmasnak tart arra, hogy eljálljunk, hogy megszentelődjünk, hogy az ő örök boldog életében részesüljünk. Advent 4. vasárnapjának evangéliumában hallottunk Szent Józsefről, az igaz férfiről, akiről csak ennyit jegyzett meg a Szentírás. Isten igaznak tartotta Józsefet, alkalmas, hogy a te szerint született Isten fiát fölnevelje, bennünket is igazzá tett, azáltal, hogy belénk vetette a kegyelem által az ő magját, hogy felneveljük őt, úgy, ahogy Szent József tett. Keresztény ember, ez a te életed és ez a mindennapi feladatod, hogy Krisztus benned van, Krisztus a te osztályrészed. A mai Szent Liturgia szüntelen ezt ünnepelte. Az első könyörgésben úgy imádkoztunk, hogy mi csodálatosan megalkotta a fölséges Isten ezt a világot, de még csodálatosabban helyreállította Krisztusban, aki kegyesen részese lett emberségünknek, mi pedig legyünk részesei az ő istenségének. A Szent Áldozás után fogunk pedig majd imádkozni, hogy az e világ ma született üdvözítője, aki Isten gyermeke életünk szerzője, legyen halhatatlan életünknek ajándékozója. Ezt közvetíti nekünk ez az ünnep, és összefoglalva ez nem jelent más, mint felnézni az égre, rácsodálkozni a teremtőre, és utána pedig rádöbbenni a megtestesülésre, hogy az az ég, így leszállt a földre, ez a megtestesülés. A kegyelmi születés pedig, hogy ez ég, benne van a szívem. Nézd az égre, mert az ég leszállt a földre. Az ég a te szívedben van, te vagy Isten gyermeke, az ő halhatatlan életét hordozod. Jézus Krisztusban, Istennek szülött fiában.
Thank you.
íme az Isten bárány, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten bárány. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlék oda jött, hanem csak egy szóval, és megültem az
és tegyen titeket evangéliumának hirdetővé. Ő, aki fiának megtestesülése által kivékítette egymással a mennyet és a földet, árasszon el benneteket a békesség és a jó akarat ajándékába, és fogadjon be mennyei egyházának tagja és orrába. Thank you.